magas hányás a pecséftől? Na, házikosztól is ugyanez van. És utána leülünk a gazdikkal, és kibogaráztuk, hogy mit teszik az a jószág valójában. Hát rendeltünk a pecséftől. Na, mit rendeltünk a pecséftől? Hát pulykása. Na, akkor állj. Pulykás az pont baromfi jellegű, tehát csirke jellegű baromfi allergén tartalmaz. Azt ne rendeljük, akkor rendeljük a lábas jószágot, nyulat, és a sertés például. És akkor nem kap allergént. Utána, mint 1000 milliárdszor előfordul itt a hibázási lehetőség. Macska kaki teszik, jaj, hát persze, pecsépet, de adunk neki tápot is mellé. Hogyha el akarjuk érni azt a pecsépnek a allergia legyőző jellegét, akkor csak azt kell etetni vele, az a háromféle fehérjeforráson alapuló háromféle pecséftermék, ami baromfit nem tartalmaz, amennyiben tényleg baromfiérzékeny, és ez a legnagyobb valószínűséggel előforduló allergia a baromfiérzékenység, amellé nem adunk semmi mást, mert ha adunk, akkor várhatunk gyomorégést, fehérhabosányást, hasmenést, kurtyogást, bélkurtyogást, amit sötétben észak olyan hangos, hogy nem tudunk tőle aludni. A bélsárnak egy labilis volt, tehát hogy hol hasmenése van, hol keményet, ürít a jószág. Ez mind-mind várható, amennyiben nem figyelünk arra, hogy ne kapjon az adott fehérje forráson kívül mást, amit beállítottunk. Természetesen ez a beállítás is ügyességet igényel, ez állatorvosi konzultációt is igényel, de mi is a pecsép részéről igyekszünk elmondani, hogy hogy kell ezeket az átállításokat, vagy ezeket az ellenségbeállításokat hogy kell végezni, hogy a legtöbbet kihozzunk ebből a tényleg működőképes diétából. Azon alapszik ez a rendszer. A házikosztetetése most már 25 éven át megfigyelve meg tudjuk oldani az ellenségallergiás problémákat.